Tréfása vagy játékos, ezen vitatkozzanak a nyelvészek, egy azonban bizonyos, Székesfehérvár kicsin szilva magja, a belváros megtelt élettel. Nagy Judit és társai szabad színpadjához csatlakozott csak nem 30 civil szervezet, hogy elvezessék a nyitott embereket a reformkortól az elendőig. Nagyon remélem, hogy egyre több vállalkozó ismeri fel a lehetőségeket, a turizmusban rejlő lehetőségeket, és hát a városlakók számára is egy örömszerzés az, hogy visszatanítjuk a város történelmét, és megmutatjuk, hogy milyen köveken, milyen utcákon járunk, milyen múltat őriz a saját városunk. A történelmi időutazás 1000 évet ölel fel. Béla fejedelem Vajk által megvalósított álma a középkor zsengede dicsőséges bukásai és győzelmei mellett egy teljes korrajz. A belváros lakói és Székesfehérvár lakói is nagy szeretettel fogadják ezt a történést, ezt a történelembe való visszanyúlást, amit mi csinálunk. A reformkorontól egész ugye a város alapításáig. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk fehérváriaktól és nem fehérváriaktól is. A történelmi kavalkád szereplői tették ezt, lovasok, huszárok, hagyományőrző vitézek, helyük volt csepürágoknak, énekmondóknak, muzsikásoknak. Kétségnek alig, mi voltunk ezredévesen, élőképes krónikaként.